A klik igazi sikersztori. Emlékszünk még erre a mondatra? Vagy arra a mondatra, hogy ezek csak kezdeti nehézségek, valójában egy átmeneti nehézségekkel nézünk szembe. Hát mi már ezt 6. éve mondjuk a kormányzatnak, hogy gyakorlatilag ebből hatalmas bukás lesz és katasztrófa lesz. A rendszer logikájából fakadóan nem működik a központosítás. Az, amit ma csinálnak gyakorlatilag, nem a klik megszüntetése, hanem egyfajta terelés, amelynek két oka van. Az egyik az, hogy 40 ezres tüntetéseket nehezen viseli el a kormány, és így akarja kifogni a civil tüntetőknek a vitorlájából a szelet. A másik nem, meg az, hogy nem történik valójában más, mint a klikket szétdarabolják. Amíg a központosított logika él Magyarországon, addig gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ez az oktatási kormányzat hol faragja, kicsit alakítgatja az oktatás rendszerét, ez a rendszer ez be fog bukni, és rájuk fog omlani, ahogy egyébként rájuk is omlott, mert most már a klik és ez a központosított logika az, amely a problémák fő okozója. Azzal a mondatával, amit Rétvári Bence elmondott, gyakorlatilag az oktatási kormányzat, és hát nyilván a központosítás logikája magától a miniszterelnöktől, Orbán Viktortól származik, gyakorlatilag beismerték azt, hogy 2011 és 2016 között totálisan értelmetlen volt az, amit csináltak. És ezt hányszor elmondtuk, de ami a legszomorúbb, hogy hány gyereknek az életébe került. Ez az elmúlt 5-6 év. Véleményünk szerint az önkormányzati logikán működtetett közoktatási rendszernek nincs alternatívája Magyarországon. Ezt az önkormányzati logikán újra kell szervezni, a tankerületi szinten újra kell szervezni az egész oktatás rendszerét, különben csak önkormányzati logikán működtetett oktatási rendszernek van értelme Magyarországon. Vissza kell adni az iskoláknak az autonómiát, vissza kell adni a településeknek azt, hogy beleszólhassanak, a helyi közösségeknek beleszólhassanak a saját iskoláik működtetésébe. És ez az alapja annak, hogy meg lehessen valósítani a kreatív iskolát Magyarországon. Nem lehet visszatérni az előző 25 év logikájához, oktatásához azért, azon prózaioknál fogva, mert a világ változik körülöttünk. Sajnálom, hogy a jelenlegi oktatási kormányzat és a Fidesz egy 100 évvel ezelőtti rendszert próbál erőltetni, mint tartalmában, mint igazgatás szervezésében Magyarországra és a magyar oktatási rendszerre.